Száchim Traktátus 79-es lapján tartunk, és hogyha gyorsan visszaemlékeztek, felfrissítjük azt, amit tegnap este vettünk. Ugye a tegnap esti misnában arról volt szó, hogyha, még mindig azzal kapcsolatosan, hogyha a két alap, vagy három alap részét nézzük az áldozatnak, ugye van a vér az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van a hús, de az állatnak a hús részének is tulajdonképpen két része van. Vannak azok a részek, az emurim, amik a oltára kell, hogy kerüljenek. Ilyen a különböző háj részei az állatnak, a háj, ami a vesén van, a háj, ami a, vagy az, a vagy az a testrész, ami a vagy, vagy kis hártya, ami a máj körül van. Tehát vannak a különböző részek, amik az oltára kell, kerüljenek, és van maga az a hús, amit mi megeszünk. A Misna arról beszélt, hogy az esetben, hogyha a pészekházatról beszélünk, a Pészek szólunk, akkor ha tisztátalanná vált az én murim, az oltára kerülendő rész, de a vér rendben van, és a hús is rendben van, akkor a dolog mehet. Az áldozat az okés. Hogyha fordítva történt, és a hús vár tisztátalanná, és a belső részek tiszták, akkor nem oké az áldozat, ugyanis az áldozat lényege az az, hogy elfogyasszuk, tehát ez esetben az áldozatnak a vérét nem lehet fölhinteni az oltára. Ez a pészaki áldozat esetén. Más áldozatok esetén pont fordítva van. Ugyanis más áldozatok esetén a lényeg az az, ami az oltára kerül. Így aztán, hogyha az oltára kerülendő belső részek tiszták, és a húsvál tisztátalanná, akkor föl lehet hinteni a vért az oltára, és az áldozat érvényes. Ha viszont fordítva történt, és a a, húsvá, a, a, belső részek váltak tisztátalan, és a hús tiszta, akkor nem lehet felhinteni a vért, és az áldozat érvénytelen. Nos, erről fogunk most részletesebben beszélni, és köszöntöm Larissát is körünkben, és Máriát, jó reggelt kívánok, a női tagozat jeles tagjait, és akkor nézzük is tovább, hogy miről van szó. Mászniszim Máni, kinek a véleményét követi a mi misnánk? amikor erről beszél, és azt mondja, hogy a többi áldozatnál az esetben, hogyha a belső részek váltak tisztáltalanná, és a hús tiszta, akkor az áldozatot nem lehet feláldozni, nem lehet befejezni, nem lehet a vért fölhinteni az oltára. Kinek a véleményét követi ez? Mas mani. Rabbi Yeshua Ez nem más, mint Rabbi Yeshua. De tanya Rabbi Yeshua hogy mert az vachem sebet se is tájér, mihem kezájiz baszor, ő a chélet. Ami a soha azt mondta, hogy minden áldozat esetén, hogyha legalább egy um, olajbogyónyi hús és egy olajbogyóni oltára kerülő háj megmaradt, zöjrekeszedám, akkor föl lehet hinteni a vért. Um, kehátszi zájsz bossz, meg kehátszi zájsz hejlev, én zöjrekeszedám. Hogyha viszont csak egy fél olajbogyónyi hús és egy fél olajbogyónyi háj maradt meg, akkor pedig akkor úgy tekintjük, hogy nem érvényes ez az áldozat. A két fél olajbogyónyit nem számítjuk egybe, hanem mind a két részből, a véren kívüli, mind a két kategóriából, a oltára kerülő belső részekből is, és az elfogyasztondondó hús részből is, egy-egy legalább olajbogyónyi rész kell, hogy maradjon. Tehát, ha mondjuk elveszett, eléget, és itt talán azt is, hogyha tisztát annál vál, de maradt egy-egy olajbogyónyi rész mind a kettőből. Ami rendben van, akkor az egész áldozat rendben van. Ha viszont csak fél-fél olajbogyónyi maradt mindegyikből, akkor a kettőt nem számítjuk egybe, és nem mondjuk azt, hogy akkor ez már elég ahhoz, hogy az áldozatot meg lehessen hozni. Ubeo, illa, afinu, keházi zájsz, keházi zájsz, keházi zájsz, Mindez viszont csak akkor van, hogyha. Um, uh, egy olyan áldozatról beszélünk, aminek van olyan része, amit elfogyasztunk. Ugye viszont van az ola áldozat, amit teljes egészében feláldozunk az oltára, és ott elégetjük a teljes testet. Ez esetben egybe számolódik a hús és a belső részek, ugyanis mind a kettő az oltára kerül, tehát ugyanabba a kategóriába tartozik, és hogyha a kettőből együtt jön csak ki egy kóser olivabogyónyi rész, akkor az rendben van. Minha ah, mája videtei, Á, bocsánat, ez, ez a, ezt mondja Rabbi Yeshua. Ube Minha, Áfát is a viszont a listáldozatnál annak ellenére, hogyha teljes áldozat megvan, ne hintse föl a vért. Most először is ezt az utolsó mondatot meg kell, hogy értsük. Mi az, hogy a listáldozatnál ne hintse föl a vért? Min ha már hogy jön a vér, vér a, a liszt A lisztázatnál ugye egy maroknyi lisztet tettek az oltára, és semmi vér nincsen. Hogy jön ide a vér? amire a papa, min ne szachin. Azt a papa, miről van itt szó? A, arról a liszt áldozatról, ami nem önmaga saját jogám volt áldozat, hanem egy kísérője volt valamilyen áldat áldozatnak. Ugye sok, a legtöbb áldozat mellé ment két kísérő, amit úgy hívunk, hogy ne szokim. Részben bor, amit ráöntöttek az oltára, részben pedig egy olajjal kevert liszt áldozat. És mit akar mondani a Talmud? Azt, hogy akkor is, hogyha megmaradt ez a kísérő, teljesen egészében és tiszta, de a húsból vagy a hájból nem maradt, ez a kísérő nem elég ahhoz, hogy az áldozatnak a vérfelhintés részét azt érvényessé tegye, tehát ez esetben sem lehet felhinteni a vért a oltára. Oké. Okay. ugye ö, utolsó részként, most elég hosszan beszélünk erről a vérhús vérhús háj problematikáról, és ugye korábban ö, azt arról beszéltünk, hogy a két dolog hogyan, honnan tudjuk, hogy egymást függésben tartja. Tehát a vér, ami felkerül az oltára, és a hús, amit el kell fogyasszunk, honnan tudjuk, hogy az egyik nincs meg a másik nélkül, vagy meg, meg van a másik nélkül, de mi lezen és a soha vitája. Ehm, és erre hoztunk egy idézetet a Tórából. Ahogy a Tóra azt mondja, Mózes Nehelyi könyvében, hogy és egyétek meg a húst, és fincsétek fel a vért, mivel együtt említi a kettőt, innen tudom, hogy a kettő összefüggésben van egymással. Azt mondja a Talmud, ez mind rendben van, de honnan tudjuk, hogy a hájra is igaz mindez? Hélev, alan honnan tudjuk azt, hogy ha a háj még rendben van, és a húst nincs rendben, akkor az elég ahhoz, hogy az oltára fölhintsük a vért? Amberem, hogy éhe a is majd, Matubam is, hogy ha Nina, de Amerkra, mivel a Tóra azt mondja, mi hiktira helyem, de rejákni hajáklásem, Mózes harmadik könyvének 17-es fejezetének hatos mondatában a következőt mondja a Tóra, de zaráka kajenesadom, a pap pedig hintse fel a vért az örökkévaló oltálára, és hozza fel az oltára a hájat, le rejákni sem kellemes illat gyanánt az örökkévalónak. Mire tanít bennünket ez a mondat, amiben együtt van a vér fölhintése és a hájnak az oltáron való elégetése, hélem, áfá, pisén, azt látjuk ebből, hogy a vért akkor is fel lehet hinteni, hogyha csak a háj, a háj áll rendelkezésre, és nem áll rendelkezésre, már a hús. Eske, héle hélem, azt mondja, akkor ezt a, ebből a tórai mondatból látom, hogy a vérfelintéséhez elégséges, hogy rendelkezésre álljon a háj. De honnan tudom, hogy elégséges, hogy rendelkezésre álljon, álljanak azok a további belső részek, amik nem a háj, hanem további belső részek, amiket el kell égetni az oltáron, amiket, amelyek részei az imurimnak. Mik ezek a belső részek? Jöjj, szereszus teaklajaiz, hogy szeresz a kardes a, a, a májon lévő hártya. Most értem, nem jut eszembe a a kifejezés, de ugye ez, valami, ez az a hártya, ami a hájat és a, ami a, ami májat és a tüdőt elválasztja egymástól. Hogyha valakit a kedves tanultársaim közül tudja, hogy ennek mi a neve, hirtelen nem jut eszembe, akkor ez, ez az a még, amit az oltára föl, helyeztek a háj részeken túl. és Továbbá ott volt még ugye a um, uh, uh, steak-lojjösz, a két vese, amit ugyancsak fölraktak az oltára. Ugye ezek mind-mind részei a belső résznek, de ezek nem maga a háj. Ugye alapvetően a belső részek, amit az oltára tettek, az uh, volt a, az a háj, ami a. Uh, um, a máj fölött volt, az a háj, ami a vese fölött volt, és az a háj, ami a farokrész előtti háj volt. Ezen kívül még a máj fölötti ezt a hártyát is feláldozták, vagy felvitték az oltára, és felvitték az oltára a két vesét is. Most a kérdés az az, hogy akkor értsük, hogy a ahhoz, hogy azt kikövetkeztessük, hogy a, a, a háj rendelkezés a háj rendelkezésre áll, a hús nem áll rendelkezésre, akkor ez elég ahhoz, hogy a vért fölhintsük. Ezt oké, okay, most már értjük. De honnan tudjuk azt, hogy ugyanez igaz ezzel a hártya részre és a, ami a, 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 a máj fölött van és a két vesére Honnan tudjuk, hogy ugyanígy igaz? Hé, nem mindezek innen. Mindegy, min, mintha áfal pisakul a kemeszlizdrak, mintha de de és lehet, és lejj, lejj, sá például. És tudjuk, hogy ez így van, hiszen a Brájta azt mondja, hogy csak az esetben, azt az esetet emelik ki, mint negatív példa, amikor már csak a kísérő lisztáldozat kóse, és azt mondja, hogy az már nem elég ahhoz, hogy a vért föl nincs az oltára, tehát hogyha még megvan a máj és a két vese, a májfölti hártya és a két vese, az még oké, okay, de honnan tudjuk, hogy ez így van? E, Rabbi Amerkra, Lereachni, és áldott, e, a Rabbi azt mondja, hogy mivel az az előbb idézett mondat, amiről magát a hájat kikövetkeztettük, az úgy végződik, hogy és e, áldozzátok föl az oltára a hájat, Lereachni, la nagyszerű illetke, illatként az örökkévalónak, ezek szerint bármi, amit az oltára tesz, és illatot képez, az ide beletartozik. Ha az még megvan, akkor a vért is föl lehet hírteni az oltára. Oké, okay, de hogyha ez így van, akkor miért szükséges? Akkor lehetett volna csak ennyit mondani, és nem kellett volna mondani a hájat is. Lehetett volna mondani azt, hogy minden, ami illatot képez az örök, a kedves illat az örökkévaló számára, nem kellett volna külön mondani az hájat. Azt mondja, a tanulmány, vissza kellett mondani a háját is, és kellett mondani azt is, hogy a, ami különleges illatot képez. Az örök számára miért? Mert ha csak az egyiket mondtam volna, nem tudtam volna a másikat. Ha a másikat mondtam volna, nem tudtam volna az egyiket. Nekaszamra a hélem, hává min a hélevényi szerzekad és és a hélem, hává min a hélevényi szerzekad és telkla és szlaj. E, a hélem, a min ha minna, hejle, vinnyi, hejle, ha, minna, hejle, ha, viszont, ha csak annyit mondtam volna, hogy a hál, akkor nem tudtam volna hogy itt beletartozik a hártya is és a vese is. Ha annyit mondtam volna, hogy az örökkivalónak illatként, akkor pedig azt gondolhattam volna, hogy ide tartozik az áldozatot kísérő eh, liszt eh, minha áldozat is. Nos, drága barátaim! Idáig tartott a háj, a zsír, a vér, és ezek a finom problematikák, és közben látom, hogy gyűlünk, gyűlünk, sok szeretettel köszöntöm Gabit, Balást, Gábort, jó reggelt kiállnak Krisztina, Éva, Katani, mindenki, aki most csatlakozott hozzánk, Mér Jákov, és akkor nézzük a következő misnával, ami egy kicsit még mindig marad az áldozás kérdésénél, de lesz benne egy kis matematikai, hát nem is tudom, logikai játék. Ne de nézzük először, mit mond a misna. Ugye arról beszéltünk, hogy ha az, a közösség nagy része tisztátalan, akkor lehet az áldozatot tisztátalanságban is hozni. Ezt fogja elemezni a misna, és erre fog különböző szimulációkat mondani a Talmud. Nit maha hogyha a közösség tisztátalanná vált. Oly ruboj, hogy nem is az egész közösség, hanem csak a nagy része a közösségnek. Hogy is halljuk, hogy méhim, Sőt, hogyha a közösség nem is tisztátalan, csak a papok váltak tisztátalanná, viszont a közösség továbbra is tiszta, mindezesekben az esetekben, Jászló Tuma az áldozatot, azt meg lehet hozni tisztátalanságban is. Ez mind abba a kategóriába tartozik, amiről azt mondjuk, hogy tumat, hujabet, szibur, hogy amikor a közösséget érintő áldozatnál az egész közösséget, vagy a nagy részét érinti valamilyen tisztátalanság, akkor az már nem tekinthető akadálynak az áldozat meghozatalá szempontjából. Nit van miutak a hölgy? Mi van a helyzet akkor, hogyha a közösségnek csak egy kisebb része tisztátalan? tehát a hölgy, én is sajn. Akkor a tiszták, azok menetrend szerint meghozzák az első áldozatot, a pészaki áldozatot. Vát mi? Őszín, eszen és azok, akik tisztát azok időközben meg fognak tisztulni, és majd a második Pészakot, a Pészak sénit kell, hogy teljesítsék. Tanulában most jön a, bráj, a Gemara, és rögtön fölvett, és, és rögtön tovább részletezi ezt a szabályt. Hár és a Hajúis Röltmein, amikor Jánnyuk is hogyha Izrael fiai tisztátalanak, az izraeliták, a kohaniták, vagy, a kohaniták és az áldozati kellékek, a szentében eszközök, edények, azok tiszták, vagy fordítva. Az izraeliták tiszták, és a kohaniták vagy az áldozati eszközök tisztátalanok. Sőt, hogyha a kohaniták is, és az izraeliták is tiszták, és csak az áldozati kellékek, eszközök tisztátalanok, akkor mindez Jászube Tuma abban a kategóriában tartozik, amikor a közösség nagyobbik része tisztátalan, és tisztátalanságban kell meghozni a Pészak áldozatot. Tehát bárki a három kategóriából, az izraeliták, a papok és az eszközök közül, amelyekkel az áldozatot hozzák tisztátalan, akkor az áldozatot tisztátalanságban lehet meghozni. És én Karben Cibur, haluk, mert és nem mondjuk azt, hogy akkor hozzák meg csak azok, akik tiszták, vagy csak azok, akik tisztátalanak, mert egy közösségi áldozatról van szó, akkor azt egyszerre kell, hogy mindenki hozza, és nem lehet különbséget tenni az egyik és a másik között. Most. A kérdés az, hogy amikor azt mondjuk, hogy tisztátalan, akkor ez a tisztátalanság mire vonatkozik? Ugye alapból a halotti tisztátalanságra. Öm, és ha visszaemlékeztek, a -e, amikor korábban a tisztaság, tisztátalanság különböző kategóriáit, kategóriáit tanultuk, akkor ugye felállítottunk egy hierarchia rendszert, és azt mondtuk, hogy amikor a halotti tisztátalanról van szó, az, ami a legsúlyosabb tisztátalanság valahol, akkor az úgy néz ki, hogy van a via van a tisztátalanság atyának atya, a, le, a leg, legfőbb forrása, a vi vothatuma. hatuma, utána van avhatuma, a tisztátalanság forrása, utána van egy a tisztátalanság elsődleges származéka, seinietuma, másodlagos származéka, harmadlagos származéka, negyedleges származéka. És ugye különböző szintek, különböző. Alapvetően az a logika, hogy minden szint, a ami hozzáér, azt a következő szint té teszi. Tehát ugye, ahogy távolodunk a tisztátalanság forrásától, annál enyhébb. Tisztátalanság fokozata. Alapvetően a második fokozatig, a második származékig tekintjük a dolgot tisztáltalannak, a harmadik, negyedik az már csak egyedi kérdésekben számít tisztáltalannak. Oké? Okay. Ez volt az alapvető hierarchia, amiről beszéltünk. És azt mondtuk, hogy a Tórának egy bizonyos mondatából azt tanuljuk, hogy az a, hogy alapvetően ugye mindig a következő szintre jut az, ami valamihez hozzáér. De van egy kivétel, és ez pedig a kard. Ha valaki hozzáér egy halotthoz, akkor ugye a halott az a via az a tisztátalanság ős forrása, e, forrásának forrása, e, ő pedig csak simán a tisztátalanság forrásává válik. A via és avhatuma. Viszont a kard, amivel a halottat megölik, e, az a kard, az ugyanolyan szintűen tisztátalan, mint maga a halott. A Tórának ezt egy mondatából következtetjük, és ebből azt is következtetjük, hogy egyrészt ez nem csak a kardra igaz, hanem minden fém, fém eszközre. Másrészt nem csak a, abban az esetben igaz, amikor a halottal magával érintkezik az, ez, ez a az fém eszköz, hanem bármivel érintkezik. A fém eszköz, a tisztátalanságnak ugyanazt a fokát veszi át, mint amihez hozzáért. És nem Fokozódik le egy szinten. Most csak egy metaforaként, most ugye a manapság a koronavírus idején ezt könnyebb megérteni, nyilván egy kicsit más a kontextus, de hogyha valaki hozzáér valakihez, aki fertőző, akkor ő is nagy a hogy fertőzővé válik, és ahogy távolodunk el a fertőzés forrásától, úgy kisebb a valószínűsége. Viszont, hogyha egy fémtárgyról van szó, akkor a fertőzés ugyanazon fokát veszi át a fémtárgy, mint amihez hozzáért. Nyilván ez a koronavírus nem biztos, hogy így van, csak ezzel akartam metaforikusan eh, eh, bemutatni. Azt mondja, eh, a Tamás hogy a fém vezeti a tisztátalanságot, eh, fokozottan vezet, vezeti. minden vezeti valamennyire a tisztátalanságot, de a fém fokozottan vezeti. Most, Amara um, Fréza, le is elesen ma szákin, mész. Miről beszélünk, amikor a, a kés, a kés, amivel levágják az áldozatot, az egy halotti tisztátalannal érintkezett. Azt jelenti, hogy avhatumával. Valakivel, aki maga egy halottat érintett meg már behalal kerev, kerev, hárjuk a halal, ugye. miért? Mert ugye amikor ha, ha hozzájra, ahhoz az emberhez a kés, aki a halottat, a halottal érintkezett, akkor a kés maga átveszi a halottól tisztátalanná vált ember tisztátalanságának a fokát, ő is áfatuma, és ezzel az áldozatot risonletuma módon teszi tisztátalanná, és ugyanígy az embert, aki a kést megfogja később, ugyanúgy az elsődleges fokára emeli a tisztátalanságnak. És mindez akkor mit eredményez? Vagy kamet ám legább, de mi még karak, mi szávét, de tumas de karak, mi szávét. És mindez azt eredményezi, hogy itt olyan tisztátalanság fog van, hogy ebben, hogyha nem lenne az egész közösség tisztátalan, akkor az káretet vonna maga után. Ával, nitma, szákim, tumas, serezze, baszorú, de me támelé, legábre, löjme támelé, te hajrin, avid, tmein, amit, Ha viszont a közösség nagy része nem így tisztátalan, nem a halotti tisztátalanság okán tisztátalan azon késtől, ami tisztátalanná vált a halottól, hanem úgy válik tisztátalanná, hogy a kés hozzáér egy csúszómászóhoz, akkor ott, és ahhoz ér hozzá a közösség nagy része, már a késhez, akkor az nem vezeti olyan szinten a tisztátalanságot, mert mindez, amit mondtunk, hogy a kés az fokozottan vezeti a tisztátlanságot, az csak a halotti tisztátlanságra igaz, de más tisztátlanságra, a csúszomászó tisztátlanságra nem, akkor ott lefokozza a tisztátlanságot. Tehát volt a, a serets, az a via voice e, a serec az avatuma, az a tisztátlanság forrása, az, az ha a kés, az risonlatuma, a tisztátlanság elsődleges származéka, és amihez az hozzáér, az már a másodlagos származéka, tehát ott nincsen igazán tisztátlanság, és ezért, hogyha így váltak, tisztátalanná a közösség nagy része, akkor ez esetben nem mondjuk azt, hogy a közösség nagy része tisztátalan, és ezért mindenki meghozhatja a de az áldozatot, hanem ez esetben a tiszták meghozzák az áldozatot, a tisztátalanok meg visszamaradnak a második pérszákra. Álma köszavar áv, hiszda, tumat hujai becibur, tumat hujai becibur. Mit látunk ebből? hogy ezek szerint Rav aki ezt az egészet levezette, hogy a tisztátalanság, na csak arra, arról az esetről beszélünk, amikor halotti tisztátalan, és nem arról az esetről beszélünk, amikor eh, a csúszomászói tisztátalanság. Akkor ezek szerint abban a vitában, amit tegnap említettünk, hogy jelesül, hogy uh, tuma tchúja becibur, vagy tuma hutra becibur, hogy amikor azt mondjuk, hogy a közösség nagy részednek tisztátalansága esetén, a tisztátalanság nem akadályozó tényező az áldozat meghozatalához, akkor ez azt jelenti csak, hogy átmenetileg kapunk egy felmentést, és félre van tolva a tisztátalanság. De a probléma maga még ott van, ez a tchúja becibur, vagy tuma hutra becibur, hogyha a közösség megnézze akkor egyáltalán nincs is tisztátalanság. Nos úgy tűnik, hogy ezen két vélemény közül a Frisza az elsőt követi, és azt mondja, hogy tisztátalanság van, csak kapunk egy felmentést. És ez a felmentés, ez csak erre vonatkozik, és nem arra. Mert hogyha ő az azon állásponton lenne, hogy Tuma Hutrabeci hogy eleve nincsen tisztátalanság az esetben, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, akkor nem tenne ilyen különbségeket tisztátalanság és tisztátalanság között. Rave a már a finut mein nami avdi, my time on, de szíva basszonségában, haltam el a jajkebe, és szájába basszak, Kaléha <laughs> de Karinem be Vábaszrása Iga behaltam el a Jachel Karinem be Vábaszra Kaltar, Jachel Kalbaszra, Kaléha de el a Jachel Karinem be <laughs> Én... Rave viszont ezzel nem ért egyet, nem ért egyet, Rav Hizdával, és ő azt mondja, hogy a, nem csak a halotti tisztátalanságra vonatkozik mindez, hanem vonatkozik az összes típusú tisztátalanságra, tehát a, 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 a csúszomászók általi tisztátalanságra is mivel a Tóra úgy fogalmaz Mózes harmadik könyvének 7 fejezetének 19-es mondatában, hogy is a hús bármilyen tisztátalanság hozzáér, bármilyen tisztátalansághoz hozzáér már az áldozati hús, akkor azt ne fogyasszák, hanem a tűzben égessék el, és a tiszta hús viszont e, legyen meg egéve. Mit mond? Általában beszél tisztátalanságról, és nem csak a halotti tisztátalanságról, és ezért azt mondja Rav, hi, rá! Rave", hogy ugyanígy az a felmentés, a közösség nagy része tisztátalan, akkor lehet hozni az áldozatot tisztátalanságban is, az nem csak a halotti tisztátlanságra, hanem általánosan minden tisztátlanságra vonatkozik. Oké, okay. most jön a matematika. Ém... Arról beszéltünk, hogy a közösség nagy része tisztátalan, akkor meg lehet hozni az áldatot tisztátalanságban. Mi van akkor a pont fele-fele? <laughs> pont két és fél millió zsidó tiszta, és pont két és fél millió zsidó tisztátalan. Azért mondom a két és fél milliót, mert most olvasok egy nagyon érdekes könyvet, amiben erről is szó van, hogy a zsidóknak a demográfiája hogy alakult az elmúlt három ezer évben, és a számomra meglepő módon a leg eh, minimalistább vélemények eh, szerint is, mondjuk a másik szente idején 5,5 millió zsidó élt most ezeknek persze csak a fele élt Izraelben, de, de, akkor is, akkor az mondjuk két millió, két és fél millió zsidó. Most, hogyha pont a fele tiszta, és a fele tisztáltalan, akkor mi van? Nyilván ez egy ez egy um, te kérdés, de egy fontos telékos kérdés. Tehát ugye az a kérdés, hogy a többség a többség tisztátalansága az, ami a felmentést okozza, vagy az okozza a felmentést, hogy a többség nem tiszta. Ugye? Nem ugyanaz. A felet, azt hova, a pontosan felet hova számoljuk. Itt már. A következőt mondja a Talmud Jesivában a következő, a tanházban a következő kérdés merült föl. Hát és a a Hogyha az izrael fiai pont fele arányban, fele-fele arányban tiszták és tisztáltalanak. Rá van már a megszakerajv. Rá azt mondja, hogy a fél az olyan, mint a többség a nagyobb rész. Hogy ez mit jelent, arról mindjárt beszélni fogunk. Rafka Hána már a Ráv azt mondja, ráv azt mondja, hogy a nagyobb, ahogy a fele fele, az nem számít nagyobb résznek. Mit jelent az, hogy a fele az olyan, mint a nagyobb rész? Ráva már megcál, megcál, kerül, azt mondja, hogy a fele az olyan, mint a nagyobb rész lenne. Tehát, mivel pont fele tiszta, és pont fele a tiszták szempontjából nézve, mivel ők a közösség fele, ők úgy tekintenek rá, mint hogyha ők lennének a többség. Ha ők a többség, akkor meg kell, hogy hozzák az áldozatot tisztaságban. A tisztátalanok, ők is pontosan fele a zsidó népnek, és hogyha az ő szempontjukból nézzük, akkor a fél az olyan, mint hogyha a többség lenne. Tehát akkor ők, ők is meg kell, hogy hozzák az áldozatot, mert ha a közösség nagyobbik része tisztátalan, akkor tisztátalanságban kell meghozni az áldozatot. Akkor mi a megoldás? Halló, iszin le halló, Mind a ketten meghozzák az áldozatot, de külön csoportban. Az egyik csoport, a tiszták csoportja meghozza az áldozatot a tisztaságban, a tisztátalanok csoportja meghozza a tisztátalanságban. Mielőtt mind a ketten olyanok, mintha többség lennének, és aki a többség, azután megyünk, de mivel mind a ketten többség, ezért ők mennek maguk után, ők mennek maguk után. Rafka Hanna viszont azt mondja, A fele-fele az nem olyan, mintha a többség lenne. A felét nem tekintem úgy, mint a többség lenne. Mint hogyha a nagyobbik rész lenne. Tehát akkor mi a megoldás? Itt két vélemény lesz, hogy akkor, mert csak Lávka csak ennyit mondott, hogy a fele-fele az nem olyan, mint a nagyobb rész. Mária kérdezi, hogy a számolás vajon hogyan történt? De ilyen részletekben nem menjünk, Mária, hogy ez hogyan történt. Hagyjuk ezt. ezt. Ezt, nem... Most nyilvánvalóan, ahogy mondtam, itt ez, nem egy, ez tipikusan az a kérdés, ami nem egy gyakorlati kérdés abban az értelemben, hogy senki nem gondolta komolyan, hogy lehet egy olyan szituáció, amikor a zsidó nép pontosan fele tiszta és pontosan fele tisztátalan, mert hogy ezt senki nem fogja összeszámolni. Nem emiatt teszik fel ezt a kérdést, hanem azért, mert amikor ahhoz, hogy, hogy definiáljunk valamit, a definícióhoz a határokat kell körülrajzolni. Tehát amikor azt akarom definiálni, hogy pontosan mit jelent az a törvény, hogy e, ha a többség tisztátalan, akkor tisztátalanságban lehet hozni az áldozatot, ahhoz azt kell megértenem, hogy ennek a törvénynek mi a lényege. Az, hogy a többség tisztátalan, vagy az, hogy a többség nem tiszta. Nem ugyanaz, a, nem ugyanaz jelenti. E, jut eszembe, e, és elnézést a profán példáért, de mostanában. E, olvasgatom a Platón köztársaság című művét, amiben, amiben az a nagyon érdekes, hogy amikor Szokratész, a, nem tudom, most hirtelen teszem, hogy kivel beszélget az elején, és azt akarja megtudni, hogy az igazság, az igazság szolgáltatása, az igazság az mit jelent, akkor föltesz kérdéseket, és a kérdésekből kérdésekre adott válaszokból mindig leha, által mindig lehassít valamit a helyes válasz megtalálásához. Tehát tulajdonképpen a definíció, az Platón is úgy csinálja, mint a Talmud, Le Havdil, hogy mindig lehassít valamit ahhoz, hogy egyre szűkebb legyen az a, az a definíció, az a körülhatároltság, amivel meg tudom határozni az adott, adott dolognak a definícióját. Most a Talmud, Le Havdil, a Talmud valami nagyon hasonlót csinál, föltesz valami olyan teoretikus kérdést, amit nem azért tesz fel, mert azt gondolja, hogy ennek lesz valami gyakorlati implikációja, hogy tényleg eljön az a pillanat, amikor majd a zsidók pont fele-fele arányban lesznek tiszták és tisztáltalanok, és akkor mi a, mi a, törvény, hanem azért teszi ezt, mert ebből a e, szimulációból ki fog jönni az a, arra a kérdésre válsz, hogy tulajdonképpen mi ennek a törvénynek a quintessenciája, mi, mi az oka annak, hogy a törvény az ez. Um, és itt is ugye erről van szó. Ráv azt mondja, tehát, hogy mehca, mehca, én női azt mondja, hogy a fele-fele arány az nem számít többségnek. Tehát, hogyha fele arányban tiszták, fele arányban akkor nem tekintem a fele arányt olyan, mint hogyha a nagyobbik rész lenne. És ezért hogyan tekintem őket? Egy, az első vélemény szerint. Ráv álláspontjának első magyarázata szerint. Te ha a tiszták a tiszták meghozzák az első áldozatot, a Pészaki áldozatot a maga idejében. a És a, a tisztátalanok pedig meghozzák a másik áldozatot. Miért? Mert nem lehet azt mondani, hogy a többség volt tisztátalan, hiszen csak a fele volt tisztátalan. Ő nem tekinti a felét többségnek, és ezért a fele volt csak tisztátalan, és nem a többség volt tisztátalan. Tehát akkor az első pészek marad a tisztáké a tisztátalanok majd meghozzák a másodikban. A második vélemény szerint viszont, a Afkána, Mechcál, Mechcál, Énekerő, a tiszták meghozzák az elsőt, a tisztátalanok viszont nem hozzák meg a másodikat sem. Miért? Mert mikor tudnák a tisztátalanok meghozni a másodikat, akkor, hogyha kisebbségben lettek volna tisztátalanok az első áldozatnak, az első pészaki áldozat idején. De nem voltak kisebbségben, tehát akkor nem hozhatják meg a második pészakot. Az első pészakot sem hozhatják meg, mert nem voltak többségben. Tehát akkor mi a törvény, ezt szerint a B változat szerint, hogy az első áldozatot meghozzák a tiszták, és a másodikatról lemaradnak a tisztátalanok. Az elsőről is lemaradnak, és a másodikról is lemaradnak. Nézzük meg először Rávnak a véleményet. Ugye Ráv mit mondott? Merce a Merce hogy a többség az olyan, a fele fele az olyan, mint a többség, és ezért meg lehet hozni az áldozatot, ezért úgy kell meghozni az áldozatot, hogy a tiszták is meghozzák az első áldozatot, és a tisztátalanok is meghozzák az első áldozatot két külön csoportban. Nézzük meg ezt a álláspontot egy kicsit jobban. Na, itt ma kohol, a rubba és a hajukán amit a hogy tuma. a mi hogy fogalmaz? A mi úgy fogalmaz, hogy a közösség nagy része vagy a kohaniták, vagy a eszközök váltak tisztátalanná, akkor öm, öm, meg kell hozni tisztátalanságban az áldozatot. Hogy fogalmazom is? ha a nagyobbik része a közösségnek tisztátalanná vált, ha igaz lenne az, hogy mercál-mercál, hogy a fele-fele is olyan, mint a nagyobb rész, akkor a mi nem azt mondaná, hogy a nagyobb rész vált tisztátalanná, hanem azt mondaná, hogy öm, ha a kisebbik rész nem volt tiszt ha a kisebbik rész nem. Nem azt mondaná, hogy ha a nagyobbik rész vált tisztátalanná, hanem azt mondaná, hogy ha nem volt tiszta a nagyobbik rész, és ez nem ugyanaz. Tehát, hogyha fele-fele, akkor is meghozzák az áldozatot. Kássele Ráv, akkor ez rávnak a véleményével nem stimmel. Miért? Mert mit mondott rá, hogy a fele-fele az olyan, mint a többség, mint a nagyobbik rész? És, és ezért a, a tisztátalanok szempontjából ők csak fele a közösségnek, de az olyan, mintha már többen lennének, mert a, a fele az olyan, mint a nagyobbik rész, és ezért ők is meg kell, hozzák az, az első áldozatot, és a tiszták is az ő szempontjukból a többség, hiszen ők is a fele, akkor ők is, olyan, mint a többség, akkor ők is meg kell, hogy hozzák az áldozatot. Amelyek a Ráv, Rúba, Afdék, kulla, Tuma, Pálga és át, ma és át. Azt nem? A Mistából nem hozhatsz velem szemben e, érvelést. Miért? Mert a misna mit mond? A misna arról beszél, hogy mikor van az, hogy a tiszták is együtt kell hozzák a tisztátalanokkal az áldozatot. Mikor? Ha a tisztátalanok vannak többségben. Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy a tisztátalanok mikor kell, hogy az első áldozatot meghozzák, nem együtt a tisztákkal, de mégis meg kell, hogy hozzák, akkor is, hogyha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok a zsidók. De van egy jelentős különbség a, a között, amikor csak fele-fele arányban vannak, és mind a ketten meg kell hozzák, de külön-külön, és akkor, amikor a többség tisztátalan, mert amikor a többség tisztátalan, akkor a tiszták is tisztátalanságban együtt a tisztátalanokkal hozzák az áldozatot. Ahi és jogosnak tűnik ráv érvelése, de tanív széfa, hiszen a Misna a végén azt mondja, Nitma miut a kohol, te hölgyi nőszen is, mint mennyi nőszen séni, miut tud avdi pága, pága, Látszvan, Mi a Misna vége mit mond, azt mondja, ha a közösség kisebbik része tisztátalan, akkor az első tisztaságban hozzák, és a másodikat tisztátalanságban. Nem, és a, és a tisztátalanok pedig maradnak a másodikra akkor ezek szerint megint ebből mit lehet következtetni, mondja Ráv, hogyha fele-fele arányban vannak, akkor nem igaz, hogy a tisztátalanok maradnak a másodikra, hanem a tiszták, tisztátalanok is az elsőn hozzák, csak a tisztáktól külön. Tehát akkor a misna végéből pont, hogy az én álláspontomat lehet, e, lehet e, bizonyítani, mondja Ráv. De a Káserev hogy szia jogos, akkor viszont most forduljunk a másikhoz, Rafkahánával szemben ez viszont egy jogos ellenvetés, mert Rafkahána mit mondott, hogy a fele-fele nem olyan, mint a nagyobb rész, és ezért két opció volt, vagy úgy mondta Rafkahána, hogy az elsőt hozzák a tiszták, és a másodikat a tisztátlanok, akkor a pont fele-fele részben voltak tiszták és tisztátlanok, vagy az elsőt hozzák a tiszták, a tisztátlanok pedig se az elsőt nem hozzák, se a másodikat. Most, hogyha igaz lenne, most, hogyha megnézzük a misna végét, a misna mit mond, az esetben, hogyha

azt mondtam, hogy először is kár, első álláspont, első változatával szemben ez nem egy kérdés. Miért? Mert Misna mit mond? Ha a többség tiszta és a kisebbség tisztátalan, akkor az elsőt hozzák a tisztát, tiszták, a másodikat hozzák a tisztátalan. Ha a közösség fele-fele, akkor nem, már nem így járunk el, mert az elsőt hozzák a tiszták, tiszták, a másodikat, se a, a tisztátalanok pedig se az elsőt, se a másodikat. De az első, Bocsánat, ez, ez, volt a második, a B változata Rafkánának. És a B változat szerint, tehát akkor ez így jól kijön. Viszont az A változat szerint, ahol hogyha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok a zsidók, akkor Rafkánának szerint az elsőt hozzák a tiszták. És a másodikat a tisztátalanok akkor nem, nem stimmel a mistának a szövege, mert a mista azt mondja, hogy akkor hozzák a másodikat a tisztátalanok, hogyha ők kisebbségben voltak. Rav Kahana-nak az a, a változata szerint akkor is hozzák a tisztátalanok, hogyha fele-fele arányban voltak. Máik Mémár, már. a Rav Kahana, a dindá finú, pálga, palga töhőjj, ne iszre szésőt, ne Azt ne legyen félreértés. Ugyanez a szabály, akkor is, hogyha fele-fele arányban voltak tiszták és tisztátalanok. Ugyanez a szabály, az elsőt hozzák a tisztákat, a másodikat a tisztátalanok és miért fogalmazott akkor a misna, nem, miért fogalmazott a misna akkor úgy, hogy akkor van az, hogy az elsőt hozzák a tisztát, a másodikat a tisztátalanok, hogyha kisebbségben voltak a tisztátalanok, miért nem mondja azt, hogy fele-fele. Ájdi, -fele. is, e, és a nubai tanár nem beszélni ez csak egy, ez csak egy szemantikai ö, oka van, az, hogy az, a, mivel a misna elején ö, úgy fogalmazott, hogyha a többség tiszta, és a kisebbség tisztátalan, ha a többség tisztátalan és a kisebbség tiszta, akkor az első is tisztátalanságban hozzák. Ezért a Misna végén úgy fogalmaz, hogy a többség tiszta és a kisebbség tisztátalan, az elsőt a tiszták, a másikat a tisztátalanok hozzák. Pedig fogalmazhatott volna úgy is, hogyha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok, de mivel a Misna elején többség és kisebbség kifejezéseket használt, akkor a Misna végén is ezeket a kifejezéseket használják. Hú. Ezek szerint három változat van. Még egyszer vegyük át gyorsan a három változatot. Ha a közösség fele-fele tiszta és tisztátalan. Ráv szerint ez esetben a tiszt, tiszták is és a tisztátalanok is az első ö, pészakkor hozzák az áldozatot, csak külön-külön. Ez Ráv. Rafkahának az A változata szerint, ha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok, akkor az elsőt hozzák a tiszták, a másodikra maradnak a tisztátalanok. Ráfkálnának a B verziója szerint, ha fele-fele arányban volnak a tiszták és a tisztátalanok, akkor az elsőt hozzák a tiszták, a tisztátalanok pedig se az elsőt, se a másodikat nem hozzák. Most mit fogunk látni? Hogy mind a három variációra találunk brightát, amelyik tudna referenciaként szolgálni. Most először le fogjuk, el fogjuk mondani mind a három rájtát és utána el fogjuk magyarázni, hogy mind a három vélemény, amivel szemben lesz két olyan brájta, ami, szembe megy vele, az hogyan fogja magyarázni azt a két brájtát, ami vele szembe megy. Hát itt fog jönni a kis eh, matematikai jellegű eh, logikai játék. Akkor nézzük a három, eh, a három brájtát. Tányak a ráv. Először is a ráv álláspontját alatt támasztó brájta a következő kép hangzik. Ha jössz a megszat a helyén, a látszom, hallói Hogyha fele-fele arányban voltak a tiszták és a akkor az első áldozatot kell hogy hozzák mind a ketten, csak külön-külön, a tiszták maguknak, és a tisztátalanok maguknak. Ez ráv véleményét e, támasztja alá. A következő brájt. Tánya a tánya abkén ista kámad a változatát alá támasztó brájt a következőképp hangzik, arra a szó, mert 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 ha fele-fele voltak tiszták és tisztátlanok a zsidók, akkor az elsőt hozzák a tiszták, és a másodikat a ez ugye az A változat. B változat Rav Kána véleményében. De tányak nincs nem a mert én, én, ha a fele, fele, arányban voltak tiszták és tisztátalanok a zsidók, akkor az elsőt hozzák a tiszták, a, a pedig se az elsőt, se a másodikat nem hozzák. Na akkor most nézzük sorra, hogy mindegyik vélemény hogyan fogja magyarázni azt a brájtát, azt a két brájtát, amelyik nem stimmel az ő véleményével. Le ulles lisna básztad, Először nézzük meg, hogy e, ráv álláspontja szerint, és ráv kahana második álláspontja szerint. Tehát azt szerint az álláspont szerint, hogy, fe, ha, fe, hogy mind a, mind, a ketten az elsőt hozzák, vagy azt szerint az álláspont szerint, hogy az az elsőt a tiszták hozzák, a tisztátlanok pedig nem hoznak egyet sem. Hogy fogják magyarázni azt a brájtát, amelyik azt mondja, hogy te hajjön is, mint te hogy az, a tiszták hozzák az elsőt, és a tisztátlanok a másodikat. is a israel iszra, a a Úgy, hogy pont fele-fele arányban voltak a zsidók, tiszták és tisztátalanok, de nasimma más iszlet És a tisztátalanokhoz Viszont hozzájöttek még asszonyok. Itt az a kérdés, hogy a tésztakáldozat az kötelező jellegű-e az asszonyokra vagy sem. Így alapvetően van egy olyan alapszabály, hogy minden olyan mica, ami cselekvő jellegű és időhöz van kötve, tehát egy konkrét időponthoz van kötve, az alól a nők föl vannak mentve. Ugye ez van azonban egy, tehát mit tudom, ilyen az, hogy nem kell, hogy imasziat kössenek, nem kell, hogy táliszt fordjanak, ugye ezek mind időhöz kötött cselekfőmicvák. A kérdés az az, hogy, ja, de van egy-két kivétel ez alól, de vannak kivételek, amiknél ez, ez, e, e, amik akkor is kötelezőek, hogyha időhöz kötött cselekvő cselekfőmicvák. A kérdés az, hogy mi van a pészeházathal, ami ugye egy cselekfőmicva, meg kell hozni a pészeházatot, és időhöz van kötve, csak egy adott időpontban lehet meghozni. Ez a nőkre nézve kötelező, vagy nem kötelező, hanem csak magukra vették, és ezt lehet csinálniuk, de nem kötelező. Ha azt mondom, hogy ez egy részus, hogy a nőkre nézve ez nem kötelező, akkor és úgy van, a, úgy jön, ki a szá, úgy jön ki a tiszták és tisztáltanak aránya a zsidó népben, hogy a többség, hogy hogy hogy, bocsánat, hogy a tiszták és tisztátok pont fele-fele arányban vannak. No viszont ha a nőket is hozzászámoljuk a közösséghez, akkor a, úgy jön ki éppen, hogy a tisztátalanok vannak többségben. E, akkor, e, e, akkor mi jön ki? Dálnosi létmény, de mi mióta? Akkor az jön ki. Bocsánat. Nem, nem, rosszul mondtam az előbb. Ha fele-fele arányban vannak a tiszták és a tisztátalanok, de csak azért vannak fele-fele arányban, mert a, mert a nőket is beleszámoljuk a számításba. Ha viszont kivennénk a nőket a számításból, akkor kevesebb lenne a tisztátalan, mint a tiszta. És mivel úgy tekintjük, hogy a nőkre nézve nem kötelező a pészaki áldozás, ezért a nők nélkül, igazából valójában a képletet a nők nélkül kellene néznünk, és a nők nélkül a tiszták vannak többségben, és ezért az első áldozatot a tiszták hozzák, a másodikat a tisztátalanok. És ezzel magyarázza Ráv, és Ráv a um, B-változata ezt a brájtát. Ez a brájta így erről szól, arról szól, hogy fele-fele arányban, úgy mondja, hogy fele-fele arányban vannak a zsidók, tiszták és tisztátalanok, de csak a nőkkel együtt fele, -fele arányban. A nőket, ha kivennénk a képletből, akkor a, a többség tisztátalan lenne, és ezért ez szerint kell eljárni, mely szerint, bocsánat, akkor a többség tiszta lenne, és akkor ez szerint kell eljárni, és ez, e szerint eljárva az elsőt hozzák a tiszták, és a másodikat a tisztátalanok. Oké, okay, akkor nézzük, nézzünk egy másik variációt. Le ráv, ule lisna ráv kahana. Ráv véleménye szerint, aki azt mondja, a fele-fele tisztátalan és tiszta, akkor az első mi, hozzák mind a tiszták, mind a tisztát, csak külön-külön. Illetve Rafkána a változata, aki szerint az elsőt hozzák a tiszták, a másodikat a tisztátalanok. Hogy fogják magyarázni azt a brájtát, amelyik azt mondta, hogy a hajdon a iszonyos a lisson, itt azt mondta, hogy a tiszták hozzák az elsőt, a tisztátalanok pedig se az elsőt, se a másodikat, akkor itt nézzük, Ráv egyféleképpen fogja ezt a brájtát magyarázni, és Ráv Hána másképp fogja ezt a véleményt magyarázni. Ráv a véleménye másképp fogja ezt magyarázni. Ráv mert aki a te és a Yisrael megcetett mélyünk, is őt a szerint arról van szó, hogy a zsidók fele-fele arányban tiszták és tisztátalnak, viszont hogyha hozzászámoljuk az asszonyokat, akkor a tiszták vannak többségben, az asszonyokkal együtt már többen vannak a tiszták, és azon az állásponton van, hogy a nők számára az első pészák meghozatala az nem egy, az nem egy lehetőség, hanem egy kötelesség, a második pészák viszont nem kötelesség, akkor mi jön ki, beris, jön, de avdi de mi miut, akkor az első pészák esetén a, 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 a nőket be kell számítani, és így a tisztátalanok kisebbségben vannak, tehát ők nem hozhatják meg az áldozatukat. A második pészak esetén viszont azért nem hozhatják meg az áldozatukat, mert ott viszont őket nem, kell nem szeret beleszámolni, és akkor viszont az jön ki, hogy a tisztátalanok voltak többségben, és ezért nem lehet a második pészakot hozni. Oké. Okay. ez a Raf szerinti magyarázat. Rafkahana a változata szerinti magyarázat. De a már nem a amely szerint az, az a szerint, ha fele, fele arányban voltak tiszták és tisztátalanok, akkor az első áldozatot meghozzák a tiszták, a másikat a tisztátalanok. Itt viszont azt mondja, hogy a tisztátalanok se az elsőt, se a másikat nem hozzák, azt hogy fogja magyarázni. ha ha a meg megszatain, én, hogy a fele, fele arányban voltak a zsidók tiszták és tisztátalanok, mert nos, más lima is de csak úgy, hogyha az asszonyokkal is, az asszonyokat is beleszámoljuk. És, azon az ás, és azon az ponton vagyunk, hogy az nőkre nézve az első áldozat kötelesség, a második pészák lehetőség, akkor az első áldozat esetén azért nem hozzák a tisztátalanok, de Isten Avdi, de Pálga, 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 Avdi, Mert hogy az első áldozatot nem hozhatják a tisztátok, mert az első áldozat idején a nőket is beszámoljuk, és a nőkkel együtt fele-fele arányban vannak a tiszták és a tisztátalanok, és akkor. Nem lehet a tisztátoknak hozni, csak akkor lehetne, ha a többségben lennének. Akkor maradnának a második pészakra, de a második pészakot meg azért nem hozhatják, mert a második pészeknek már nem számoljuk bele az asszonyokat. És akkor viszont az jön ki, hogy a, 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 a tisztátok voltak többségben, és amikor a tisztátok vannak többségben, akkor a másodikat nem hozhatják meg a tisztátok, mert már az elsőt kellett volna, hogy meghozzák. Oké, okay. akkor még egy szimuláció marad. Ule Rafka de tanya, Ule de hoda, tánya, ha is olyan isszol, megszataim, hogy mechszetmén, hálóis látom, hala és látsz me találcva. Rafka Hana, amelynek mind az a változata, mind a B változata ellentmond azzal, hogy ha pont fele fele arányban tiszták és tisztáltak a zsidók, akkor ezek is és azok is az első pészákkor kell, hogy hozzák az áldozatot csak külön-külön, akkor Rafkána hogy fogja magyarázni azt a brájtát, amelyik pontosan ezt a véleményt hangoztatja? Amerika <coughs> Rafkána, te naihi, azt mondja, hogy jogos, ezzel nem tudok mit kezdeni. Ez nincs olyan szimuláció, amit én el tudnék a saját véleményem szerint magyarázni. De valójában azért nincs, mert ez a vita, ami köztem és Ráv között van, ez már egy tanai, ez már egy előző nemzedékben a tanák, a misna bölcség között is fennálló vita volt. Ikre már a mehcamehcerről, ikre merce a és már ott fölmerült ez a vita, hogy vannak, akik szerint a merce a röv, a fele-fele az olyan, mintha a nagyobb rész lenne, és vannak vélemények, amelyek szerint a fele-fele nem olyan, mintha a nagyobb rész lenne. Hú, drága barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Hidáig tartott a 79-es lap. Javaslom, hogy ezt az utolsó részt azért még egyszer hallgassuk meg, mert ezt fejből visszamondani az nem lesz azért egy olyan könnyű. Feladat! Kívánok mindenkinek egy további szép napot, sikerekben gazdag hetet. Remélem, hogy mindenkinek egy jó hete egészségben, teli hete lesz ez a hét. Én kicsit el fogok utazni, úgyhogy lehet, hogy a, még, még bizonytalan, hogy hány órakor fogok bejelentkezni minden nap, de meg fogjuk találni a megfelelő időpontot. Lehet, hogy ezen a héten esténként lesz a tanulás. Az is lehet, hogy nappal lesz, egy kicsit más időpontban, de mindenkit értesíteni fogok. Figyeljétek a Facebook oldalunkat. Köszönöm szépen mindenkinek, további szép napot, jó tanulást! Minden jót kívánok mindenkinek!